Ezúttal egy olyan kérdést fogunk megnézni, ami szintén rengeteg ember fejében megfordul, és az oka ugyanaz, mint a legtöbb másik tipikus kérdés esetében, ez pedig a tudatlanság, illetve az, hogy az emberek ismételgetik azt, amit másoktól vagy a tévéből hallanak, anélkül, hogy igazából fogalmuk lenne arról, hogy mi is az, amit mondanak. Ez itt az idegenszavak.hu, és a kultusz kifejezés jelentése vallási szertartások összessége hódolat vagy imádat. Szóval azok, akik azt mondják, hogy ez egy kultusz, ami ez a fajta megközelítés, amit ezen a csatornán, vagy a Yahoo útja csatornán hallhattok és láthattok, az annak tökéletesen igaza van, hiszen ez egyfajta hódolat vagy imádat a teremtő, az egyetlen élő Elohim Yahoo felé. Ha nem lenne a tudatlanságuk, akkor utána néztek volna és értenék, hogy mi is az, amiről beszélnek. A kultusz az egyébként egy főnév ebben az esetben. Annyit tesz, hogy nagy figyelemmel, odaadással végzett tevékenység, gondosan végzett kedvtelés, szenvedélyes időtöltés. Ha így nézzük, akkor minden, amit az ember hobbiként végez, az összes valami fajta kultusz, hiszen nagy odaadással végzett, nagy figyelemmel végzett tevékenység. Ez a szó jelentése. Második értelemben is ez az, amire a legtöbben gondolnak, szinte vallásos, nagyfokú tisztelet, amely egy közösségben vagy egyénben egy személy ügy iránt megnyilvánul. Szóval ha az a kérdés, hogy ez egy kultusz-e vagy sem, akkor ugyanúgy, mint a szekta esetében a válasz igen. Természetes, hogy ez egy nagyfokú tisztelet, amely egy személy vagy ügy iránt nyilvánul meg. Ez pedig nem más, mint Yahoo útja, a teremtő és az ő útja. Úgyhogy ez így igaz, ez egy kultusz, mégpedig az egyetlen teremtőnek a kultusza. Megnézzük a hármas számú jelentését, vallásos tisztelet, amely egy istenség, természet fölötti erő megnyilvánulás, vallásos jelkép előtt bemutatott szertartáson keresztül nyilvánul meg, vagyis Isten tisztelet. Úgyhogy a válasz szintén igen, hiszen egyetlen teremtő létezik, egyetlen élő Elohim létezik, az pedig Yahuwah, mindenség teremtője, és amit mi csinálunk, az az ő tisztelet, az ő akaratának kutatása, és alázattal és engedelmességgel annak végrehajtása. Ez az, amit mi keresünk. Más kérdés, hogy mindazok, akik beszélő majmok és a gömbön élnek, amihez hozzáragadt a víz, szintén ugyanezt csinálják, csak az ő istenségük egy természet fölötti erő, mint a gravitáció, ami ugye egy kitalált dolog, ugyanúgy, ahogyan a bolygók, vagy ahogyan az űrkutatás, ahogy mindazok a dolgok, amelyeket ők tisztelnek, vagy amikben ők hisznek. Úgyhogy igazából két csoport létezik, az egyik az, aki tudja az igazságot, ebből van egy maroknyi, ezek vagyunk mi, az összes többi pedig a fantázia világban él, és kialakítja a saját kultuszát, általában saját magával a középpontban, néha-néha azonban a tudomány, vagy pedig valamiféle művészetek, vagy egyéb primitív dolgok. Ez zanza.tv, most gyorsan végigmegyek a rövideken, a kultusz szó a latin cultusból ered, melynek jelentése törődés, vagy imádat, illetve vallásos hiedelmek, vagy rítusok rendszere. Ez az, ami igaz gyakorlatilag mindenkire, aki hisz valamiben, úgy, mint az evolúció, vagy a Big Bang, vagy a kereszténység, de ez ugyanúgy igaz a mi utunkra is. Villámgyorsan megnézzük a szinonimakereső.hu oldalt, és láthatjuk, hogy a kultusz főnév az vallás, gyakorlat, tisztelet, istentisztelet, imádat vagy dicsőítés más szavakkal. Azok számára, akik eddig kibírták, nézzük meg, hogy a Wikipedia mit ír, a kultusz az nagy figyelemmel, odaadással végzett tevékenység, gondosan végzett kedvtelés, szenvedélyes időtöltés, hétköznapi életben a szót, a kultusz szót sokszor a divat szó jelentésével azonos értelemben használjuk. Magyarul a legtöbben, akik ezt a szót használják, igazából azt sem tudják, hogy mit beszélnek, mint általában, ahogy nem tudják.
hiszen megtanulták a programot, és akkor, amikor szükséges, különböző ingerekre azt megismétlik a megfelelő választ. Így működik az emberek többsége, hiszen ha tudnák, hogy mi a kultusz, akkor nem beszélnének róla ilyen értelemben. Hiszen minden kedvtelés, szenvedélyes időtöltés, mint a sport, bélyeggyűjtés, vagy akár a hétvégi szórakozás, mozizene, mind ebbe a kategóriába esik. Érdekes módon a kult szótőből képzett szó például a kultúra, amire oly sokan büszkék. Ugyanúgy, ahogyan a kultikus, de a kultivál szó is, ami ugye megművel, szeret, örömét leli benne. És most szeretném, hogy aki még itt van, erősen rákoncentrálna arra, ami most következik, mert ez lesz a lényeg. Különösen akik még nem tudtak kitörni az általános gondolkodásmódból és abból, amit a legtöbb ember elfogad. Nézzük meg, hogy mi is a kultusznak a jelentése. A társadalom többsége által nem vallott hiedelmeket és célokat valló, főleg vallásos érzelmű embercsoportot is jelent. Akinek nem esett még le a tantusz, ez egy nagyszerű dolog, ha valaki egy kultuszba tartozik. Miért? Azért, mert ő a társadalom többsége által nem vallott hiedelmeket és célokat valló embercsoportba tartozik. A társadalomba bele tartozni az egy nagyon rossz dolog, az emberek többsége mindig téved. Soha nem találja el, hogy mi az igazság, és soha nem is fogja megérteni. Úgyhogy aki nem tartozik bele ebbe, az már egy jó úton jár. Úgyhogy aki része egy kultusznak, az nagyszerű. Persze ugye az nem a legjobb, ha valakinek a rajongásának a tárgya mondjuk Paris Hilton, vagy Orbán Viktor, vagy az MSZP, vagy hogy milyen autómárkát, vagy cipőmárkát visel, de legalább nem tartozik bele a nyájba. Láthatjuk azt is, hogy így szinte mindenki egy kultusz része, úgyhogy aki magyarázza, hogy ez egy kultusz, az nem érti, hogy mi az, amiről beszél, mint általában, ahogy az emberek gondolkodnak. Szóval mindenki, akinek van valamiféle rajongása, márpedig ebbe a csoportba azt kell, hogy mondjam, hogy minden ember beletartozik, így vagy úgy, az része egy kultusznak. Az, hogy ő választ egy világi dolgot, vagy egy úgynevezett vallási dolgot, az részletkérdés. Nézzük tovább, mert szuper lesz, amikor mindenki megérti, hogy miről van szó. Marginális vagy szélsőséges helyét az okozza, hogy vagy új hitrendszert, vagy olyan idioszinkretikus gyakorlatot követ, melyet a környező kultúra nem fogad el a fő vonulatba tartozónak. Ezt elég lesz megérteni, ha? Szóval, egy szélsőséges gondolkodásmód, azért, mert ez egy új hitrendszert hoz be a közösségbe, úgy, ahogyan ezen a csatornán látható. Igazából senki nem hajlandó ezt elfogadni, azért, mert új, és azért, mert más, annak ellenére, hogy ugyanarra a könyvre és írásokra alapszik. Ez a problémája a legtöbb embernek. Idioszinkretikus, olyan értelemben, hogy egyéni vagy különös. Természetes, hogy az emberek sosem fogadják el azt, ami különös, hiszen az kilóg a sorból. Az ember szeret benne lenni a nyájba, és az adja a biztonságot számára. Amelyet a környező kultúra nem fogad el. Ha az a kultúra, ami körülöttünk van a világban, akkor ez egy nagyszerű dolog, ha az nem fogad el minket, hiszen abba a kultúrába beletartozni igazából semmiféle teljesítményt nem kíván az embertől, csak az, hogy a programot szépen megtanulja, és amikor kérik, azt elismételje. Nézzük meg az arcanum.hu weboldalt, ahol is a kultusz bejegyzés alatt azt találjuk, ugye régesen C-vel írva kultusz, hogy valaki valami iránt vallási cselekményekben megnyilvánuló tisztelet. Végül is mi a vallási cselekmény? Ugye ez egy nagy kérdés. Mi az, amit annak tekintünk? Ha a vallási cselekedet csak a letérdelve imádkozás jelenti, akkor igen, azonban lehet, hogy ez annál összetettebb. Végül is láthattuk korábban, hogy mi is a kultusznak a definíciója, úgyhogy mindenki elgondolkozhat azon, hogy ő vajon milyen kultusznak a részese. Egyiptomiaknál a bika volt a kultusznak a tárgya, a mexikóiaknál pedig az emberevés, úgyhogy a helyzet változó itt, ott, amott. A kultusz egyébként ezen cselekményeknek az összessége, például az Isten tisztelet, úgy mint egy sport sztár, vagy egy zene sztár, vagy egy film sztár.
Második jelentése, gyakran rosszalló. Miért? Azért, mert a társadalom nem fogadja el, mert más, valamelyik közösségben vagy egyénben, valami iránt megnyilvánuló nagyfokú, szinte vallásos tisztelet. Magyarul minden úgynevezett vallás egyfajta kultusz. Még egy szertartásos, túlzó tisztelettel övez valaki kicsodát, Jahuát, a mindenség teremtőjét, halleluja. Úgyhogy ez egy kultusz, igen. Így nem lehet probléma. Azonban az, amit a legtöbb ember csinál, az egy probléma. Megnézzük, hogy miért. Személyi kultusz valamely élő, a közéletben szerepet játszó, személy iránt különféle módon újra meg újra kifejezett túlságos, következményeiben káros tisztelet. Remélem, hogy kezd leesni a tantusz. Egyébként még nagy odaadással űzött kedvtelés vagy passzió, azaz hobbi. Ez pedig már kislexikon.hu, a kultusz bejegyzés ugye a latin cultus szóból ered és tisztelni igéből származik. Szoros összeköttetésben van a vallással, amennyiben, ha a vallás úgy meghatározható, hogy az embernek egész benső élete Elohimmel való személyes közösségben, akkor a kultusz nem más, mint ezen életnek szent vagy kodás és ünnepélyes formában való kinyilatkoztatása, magyarul mi egy kultusz vagyunk. Hiszen remélhetőleg azok, akik igazán értik az üzenetet, azoknak az egész élete és minden gondolata azon és a körül forog és jár, hogy hogyan lehet a teremtővel közelebbi kapcsolatot kialakítani és az ő akaratát teljesíteni. De felolvasok még egy mondatot, ez pedig már ugye a többség számára kultusza többé vagy kevésbé kifejlett formában, szellemi vagy anyagiasabb alakban, minden időben, minden népnek volt és van. Magyarul, aki azt gondolja, hogy ő nem része egy kultusznak, az csak nem tudja, hogy része. Hiszen tudatlan. Egyidős az emberiséggel. Az ember mindig imádott valakit, vagy valamit, hiszen az ember így lett megteremtve erre a célra. A legtöbben csak nem tudják, hogy mi az, amit kellene, ezért követik a nyájat. Egyelőre ennyit, és a következő részben meg fogjuk nézni, hogy mi az, amit a katolikus lexikon mond a kultuszról, illetve néhány egyéb információt. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, halleluja és shalom!